Több mint százszoros montenegrói válogatott kapussal erősített NB1-es férfi kézilabda csapatunk. A három Európa-bajnokságon is szereplő 36 éves Rade Mijatović a fehér orosz bajnok csapattól, a bajnokok ligájában is szereplő Meskov Brest-től érkezett. Sok tényező játszott közre, amiért a Ferencvárost választottam. Mindenek előtt szimpatikus volt az a terv, amelyet a vezetőség felvázolt. Nagyon jókat hallottam a klubról és az itt dolgozókról, akár csak a játékosokról. Sokat számított az is, hogy közel van a hazámhoz, és az én koromban ez már nagyon fontos szempont volt. Mijatović számára nem lesz ismeretlen a magyar közeg, ugyanis korábban Csurgón és Tatabányán is szerepelt, ráadásul a Fradiban újra együtt játszhat majd honfitársával, Bozó Angyelicsel. Igen, beszéltem Bozóval, mielőtt ide szerződtem, csupa jó dolgot mondott a Fradiról és a körülményekről, meggyőző volt. Játszottam korábban Csurgón és Tatabányán, így számomra nem lesz újdonság a magyar élvonal, sőt talán könnyebben megy majd a beilleszkedés. Rade szerint a megerősített Ferencváros biztosan jobban teljesít majd az NB1-ben, mint az előző szezonban. Remélem, hogy a következő szezonban a legjobbat kihozzuk magunkból, főleg, hogy úgy tudom, az előző idényben az FTC nagyot küzdött azért, hogy az első osztályban maradjon. Bízom benne, hogy velem és az új játékosok érkezésével könnyebb és eredményesebb lesz. Manu Miltiádész 90 éve tervezte labdarúgó csapatunk ikonikus jelvényét, a Fradisas tábrázoló képet. Látogass el június 23-án a Múzeumok éjszakáján a Fradi Múzeumba, ahol változatos programokkal és különleges Fradisas relikviákkal készülünk. Vedd meg most karszalagodat!